A Valentin nap elmaradhatatlan része az ajándékozás. A következő kisfilmben ebben próbálunk segíteni. Mégpedig Tihi Ritával, akinek a hobbija a bombon készítés, családja és barátai legnagyobb örömére. Stábunk meglátta otthonában, ahol a csokoládéöntés, a temperálás és a díszítés fortéjait leshettük el tőle. Most megmutatjuk, hogyan készíthetünk szeretteinknek igazán különleges édességet. Az egész folyamatot úgy kezdjük, hogy felmelegítjük a csokoládét. Ez azért szükséges, ez sem mindegy, hogy hány fokra melegítjük, hogy nekünk szép, fényes, roppanós csokoládénk legyen. Ez a folyamat egy temperálási folyamat, aminek az a röviden a lényege, hogy a csokoládéban különböző kristályszerkezetek vannak, amit ha felmelegítünk, szétesnek, de a visszahűtéssel, amit majd ezen a lapon fogok végezni, ezek a kristályszerkezetek újra összeállnak, és ettől lesz nekünk szép ropogós, fényes csokoládénk. Folyamatosan figyelni kell, mert nem szabad megégetni a csokoládét, mert ha megégetjük a csokoládét, akkor azt sajnos, hát így, ha nem is a kukába, de azt már nem tudjuk újra felhasználni, vagy lehet vízgőz fölött. Én most itt a mikrós változatot választottam, és akkor már szépen fölolvadt a csokoládé. Meg kell mérni a hőmérsékletét. Ezt egy ilyen digitális maghőmérővel szoktam végezni. Pár perc és látjuk, a 40 és 45 fok közé kell melegíteni. Ez bőven jó nekünk. És akkor most jön a hűtési folyamat, amit én úgy végzek, hogy ennek a csokinak, ez kb. 40 deka csokoládéja, kétharmad részét erre a márványlapra fogom borítani. Így ide középre. A többit félretesszük. És akkor egy ilyen lapát segítségével szépen elterítjük. Ezzel elkezdem hűteni a csokoládét. Egészen 27-28 fokig kell ezt az adagot hűteni. Ugye most történik az, hogy ami széthullott ilyen kis kristályok újra összeállnak, amik a tartását, a fényességét adják a csokoládénak. Még egyszer mérünk, szerintem már jó lesz. 27, és nem megy följebb, hát most nagyon gyorsan kell dolgozni, és vissza ebbe a maradékba. Itt azért kell gyorsan dolgozni, hogy mert már nagyon gyorsan köt, mert akkor ilyen rögök lesznek benne, az meg nem lesz szép. Megpróbálok összeszedni mindent, ne vesszen kárba. Ami megmaradt meleg részhez, akkor ezt a lehűtött részt hozzákeverjük, és most is meg kell mérnünk. Mindegyik csokinak egyébként egy kicsit más az ilyen munkahőmérséklete, úgy hívják, amivel már öntjük a formát. Ez étcsokoládé most, ebben az esetben 31-32 fokosnak kell ugye ennek a masszának lennie. Tejcsokinál igen, kicsit alacsonyabb, ott ilyen 29-30, a fehér csokoládé meg 28, azt szereti. És itt kell nagyon figyelni majd, és gyorsan dolgozni, mert viszont itt már nagyon gyorsan hűl a csoki. Valentin nap közeledik, úgyhogy ezt a szép szíves formát választottam. Ezeket úgy nevezzük, hogy polikarbonát formák, ezek ilyen speciális műanyagból készült formák. Ezt annak ajánlom, aki menek már van egy kis gyakorlata, és már tudja a temperálási folyamatot, mert azért valahogy ebből a formából ki kell majd a végén jönni a bomboknak. Aki esetleg kezdő még, és szeretne mégis ilyen bombont önteni, a szilikon formát tudnám ajánlani, mert ebből biztosan könnyen kijön a csokoládé. És akkor jön az öntés története. Szépen akkor végig húzzuk. Teli kell ugye mennie, hogy az oldalán is legyen, és most kell gyorsan dolgoznunk, hogy a csoki ne kössön meg nagyon, akkor nem lesz szép. Ezt addig félretesszük, és most még jönnek ilyen praktikák. Buborékokat kiszedjük a csokiból, hogy ne
ne legyenek ilyen kis bubáik. Most ott még látni buborék. Kicsit megrázzuk. Akkor most jön a maradéknak a visszaöntése. És akkor egy ilyen mozdulattal szépen kicsurgatjuk. Így meg lesz már a burka bombonunknak. Kiöntöttük a formát, utána beraktuk hűtőbe kicsit megdermeszteni, így ujja meg lehet nézni, már nem tapad az ujjamra, és akkor ilyenkor kezdhetjük a töltést. Hát töltelék ugye mindenféle, ami a fantázia elbír, lehet kísérletezni. Én most egy marcipán és egy mánás töltelékkel fogom megtölteni a formát. A marcipánt azt most én készítettem, ez is ilyen kísérletezés volt, ugye mandulából és cukorból készül ugye a marcipán, egy-egy arányban készítettem el ezeket a kis marcipán darabokat, amit így szépen behelyezünk, és majd erre megy még a töltelékünk. Már elő van készítve a töltelék, és ezt ilyen habzsákba, eldobhatós habzsákba szoktam belerakni, mert szépen lehet akkor tölteni. A töltelék az általában tejszín, csokoládé, valamilyen ízesítőanyag, alkoholt érdemes beletenni, az ad egy ilyen plusz finom íznek, illetve tartósítja is valamilyen szinten a tölteléket, hogy ne penészedjen esetleg be a két csokoládé burok között. Amit én készítettem, ez most egy mánás, és fehér csokoládéval, illetve rubi csokoládé van benne. Fontos, hogy a töltelék ugye ne legyen túl hideg, meg meleg se, hogy ami esetleg megolvasztaná a csokoládét, ugye, amire rátesszük. Tehát ilyen 25 fokos körülbelül, nem olyan 3/4 van mindegyik. Jó lesz. Egy picit berakom a hűtőbe, hogy a krém úgy jól hozzátapadjon a csokoládéhoz. És fél, jó lesz, tökéletes. Egy foknál vagyunk, ez a megfelelő munkahőmérséklet a dolgozni a csokoládéval, az itt csokoládéval. És nagyon gyorsan kell dolgozni, mert most tényleg már nagyon köt a csoki. Éppen kész is vagyunk, megint egy kicsit hűtőbe kell tenni. Kivettük a hűtőből a megdervett csokoládét, és kicsit megmozgatom a formát, így picit mozgatok rajta, és ha minden jól sikerült, akkor egy ilyen mozdulattal szépen kikérne, hogy potyogjanak a formák. Mutatom, így, itt most nagyon kell vigyázni, hogy rácsapjak még egyszer, mert akkor összetörik. Kicsit hozzáütjük, és gyönyörű csillagos szíveink lettek.
kíváncsiak vagyunk, hogy hogy néz ki belülről, úgyhogy most félbevágunk egy ilyen szívecskét. Roppan, és szépen látszik a töltelék.